Tisztelt excellenciás urak és asszonyok, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Bach Máté Passiója és más szenvedés történetek című koncertet bevezető kerekasztal beszélgetésen. Az asztal kicsit hosszúkás lett, sokan vagyunk az asztal mellett. Az amszterdami és brüsszeli bemutatók után Budapesten is meghallgathatják, tanúi lehetnek ennek a csodálatos zenei programnak, koncertnek, ami nagyon felemelő, megható lesz. A Bach Máté Passiója és más szenvedéstörténetek elnevezésű koncertprogramot Fischer Iván, a Budapesti Fesztivál Zenekar zeneigazgatója álmodta meg, és ő vezeti majd a koncertet. De megtisztelő számunkra, hogy ezen a bevezetésen nagyon autentikus személyektől hallgathatjuk meg a gondolataikat a ma esti témával kapcsolatban, hiszen ez a koncert a toleranciáról és a részvétről szól majd. Szeretném Önöknek bemutatni a beszélgetés résztvevőit. Michael Wallace Banach apostoli nunciust. Hilárion Álfejev metropolitát, a Budapesti Magyarországi Egyházmegye kormányzóját. Fabinyi Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét. Fábri Kornélt, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét. Radvánszky Péter rabbit, a Páva utcai zsinagóga vallási vezetőjét. És végül, de nem utolsó sorban, Fischer Ivánt, aki utolsó pillanatban döntött úgy, hogy megtisztel minket jelenlétével, hiszen kitől hallhatnánk autentikusabban a gondolatait, mint tőle. Úgyhogy nagyon örülünk, Iván, hogy velünk leszel ezen a beszélgetésen. A beszélgetés moderátora Galambos Ádám lesz, evangélikus teológus. És Soltész Miklós államtitkár úr parlamenti elfoglaltságai miatt sajnos nem tud velünk lenni ma este. A mai beszélgetés gondolata egy éve született meg körülbelül, amikor meghirdettük a Fesztivál Zenekar új évadát. És úgy éreztem, hogy ennek a mai koncertnek az üzenete szétfeszíti egy koncertterem falait, annyira súlyos az üzenet, hogy szélesebb közönség elé kell tárnunk. Fontos, hogy mások is megismerjék ezeket a gondolatokat. Nem lágyít meg benneteket lelkének szenvedése, nyomorúságának látása. Hallhatjuk majd a koncerten egy áriában, az ostorozás után. Ez a mai program úgy gondolom arra is hív minket, hogy átgondoljuk pozíciónkat a szenvedéssel és az együttérzéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt vannak velünk ma este, és átadom a szót Galambos Ádámnak, hogy elkezdjük a beszélgetést. Én is nagy szeretettel és barátsággal köszöntöm Önöket, és testvéri szeretettel köszöntöm a beszélgető társainkat. Az időnk rohan, ezért bele is vágnánk a beszélgetés első felében, egy kicsit a Máté Passióról fogunk gondolkozni. A Máté Passió tartalmi gerincét Jézus szenvedés története adja. A történet szövege Máté evangéliuma 26. és 27. fejezetének Luther Márton féle fordítása. Az evangéliumi történetet egyházi népénekek, passió, korálok és Christian Pikander megzenésített versei egészítik ki. A mai koncert egyik különlegessége, és nekem Orsinak köszönhetően volt részem, hogy az interneten keresztül belehallgassak, és
csendben legyek, mert ez egy olyan koncert, ami csendre neveli az embert, és egy kicsit a részvétnek talán a cselekvő oldalát is megnyitja. A koncert keretét Bach Máté passiója adja, de Jézus szenvedéstörténete mellett együttérzésünket fejezzük ki más ártatlan áldozatokkal is, foglalja össze a koncertet Fischer Iván a Kompasszió könyörület névre keresztelt hangversenyt. Ebből kiindulva szeretném beszélgető társainkat kérni, hogy mindenki egy kicsit a Máté passió személyes oldalát, mit jelent az ő maga számára a Máté passió, erről szóljon, illetve egy-egy kiegészítést fogok beszélgető társainktól kérni. Elsőként Fábri Kornéltól azt kérném, hogy emellett a teológiai üzenetéről is ejtsen szót. Én szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye a keresztény üzenet, tehát röviden éppen nem Máténál, hanem Jánosnál foglalható össze, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta odaérte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a passió az a műfaj, amit talán legtöbbször megzenésítettek. Nem tudom, hogy van-e más olyan evangéliumi rész, ami ennyiszer kapott zenés megnyilvánulást, mert hogy keresztény hitünknek a középpontja ez, és Bachot is nyilván ez ihlette, hiszen a megváltás nélkül ma nem lennénk itt. Az ember ugyanúgy a bűn állapotában lenne, mint eddig, de a teológiai alapja Jézus szenvedésének hát igen sokrétű. Egyrészt, hogy az ember a bűn következtében elszakította magát Istentől, és Isten ezt a kapcsolatot akarta helyreállítani. Nagy kérdés, hogy kellett-e Jézusnak szenvednie? Nem lett volna más megoldás arra, hogy az embert újra Isten közelségébe vonza, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. De Jézus röviddel azelőtt, hogy kereszthalált halt, azt mondta, hogy nincsen nagyobb szeretete annál senkinek, mint aki az életét adja barátaiért, és utána ezt ő meg is teszi. És talán ezzel mutatja meg számunkra, hogy az élet és a szeretet a legvégsőkig elmegy, mégpedig a halálig. Nem tudjuk Istent felülmúlni a szeretetben és az irgalomban. Ő együtt érez mindannyiunkkal. Ugye a kompasszió is egy fontos motívuma a ma bemutatandó darabnak, amikor is Isten együtt szenved velünk, nem akarja kivonni magát semmilyen szenvedésből, hanem megmutatja, hogy minden szenvedésben ott van velünk. És a megváltásunk pont ezt jelenti, hogy Isten önmagát adja azért, hogy a vele való kapcsolatunk örökké fennmaradjon. Ha Jézus nem halt volna meg, és nem támadt volna fel a halálból, akkor a hitünk hiába való lenne. És ezért van Húsvét keresztény életünk középpontjában, ezért a legnagyobb ünnepünk a húsvét, ezért van a leghosszabb előkészülete ennek az ünnepnek, hiszen 40 napos böjtöt tartunk, és készülünk aztán, hogy utána 50 napon keresztül ünnepeljük húsvétot, a feltámadást, és benne a saját feltámadásunkat is. Ha Isten nem lesz emberi, ha nem hal meg, és nem támad fel a halálból, akkor a mi életünk is igazságtalan és hiába való. De Isten az ő maga igazságában jött el, és az irgalmasságát mutatta meg. Bachot is ez ihlette, hiszen a megváltás nélkül hiába való a hitünk. Mi hisszük, hogy Isten emberi lett, meghalt és feltámadt, és ha hiszünk benne, ha bűnbánatot tartunk, akkor mi is örökké vele élünk. Én hiszem, hogy a passió megéneklése pontosan erre hívja fel a figyelmünket, hogy lássuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hányszor kérdőjelezzük meg, hogy vajon Isten szeret engem? Ilyenkor elég a keresztre nézni, és azt mondani, hogy Isten nem játszik velünk, hanem megmutatta egyszer s mindenkorra, hogy nem lehet őt fölülmúlni szeretetben, irgalomban. És hogyha így szeret, hogy az életét adta értünk, akkor nekünk is, Krisztus hívőket, ez kell, hogy jellemezze, hogy mi is másokért élő keresztények legyünk. Köszönjük szépen. Radvánszky Péterhez fordulok, mint idősebb testvérhez, hogy Máté passiója mit jelent vallási értelemben, hogyan viszonyul hozzá akár a zsidó közösség, hogy tekintenek erre? Köszönöm szépen. Hát igen, ez idősebb testvér, én vagyok szerintem. Valóban az egyház ugye az régebbi, de ugyanakkor számunkra az új szövetség, azt gondolom, hogy egy új felfogás szerint egy nagyon-nagyon fontos történelmi dokumentum, tehát nem szentirat, hanem egy dokumentum, amit tanulmányozunk
sokan, sok zsidó is most már akadémikus szinten is. Ugye a passiónak azért mondjuk ki, hogy azért van egy problematikus része, ugye a zsidóság számára, ami évszázadok folyamán ugye gyakorlatilag indokként szerepelt, mint a Jézus gyilkosok, vagy a Krisztus gyilkosok a zsidóság számára, hogy ez miatt a passió történet nem feltétlenül a legkedvesebb emlékeket eleveníti fel. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy vagy érdemes, hogy egyrészt ugye ez a Bach-féle, Máté, passió, ez több szempontból érdekes szerintem számomra a zsidó szempontból. Ott van például az, hogy úgy kezdődik, hogy vőlegényként van megszólítva ugye Jézus, és ez az énekek énekelféle házasság metaforából származó gondolat, hogy ugye a Jézus és az egyház egy házaspárt alkot keresztény. De ugyanígy ennek párhuzama, amivel én a disszertációmat írtam, én az énekekének a zsidó allegóriából írtam, ez az örökkévaló és az Izrael gyülekezete alkot. Úgyhogy egyből tudtam kapcsolódni, és próbálom, ugye a zene az egy univerzális dolog, azt gondolom, hogy ez nyilván Bach is azért szólít meg mindenkit, zsidókat, nem zsidókat, keresztényeket, mert mindenkihez szól. Tehát a zene az összehoz minket, és nem a különbségeket keressük, hanem a hasonlóságokat. Úgyhogy az énekek éneke ugye többször megjelenik a passióban, és ugyanígy maga az nagyon meghatott, amit megtudtam, most beszélgettünk, hogy a korálokat, ezt a közösség énekelte eredetileg, valószínűleg, vagy meg lettek szólítva, vagy esetleg engedték nekik, hogy énekeljék, és számomra ez nagyon fontos, ez a bevonása a közösségnek. Hogy ez gyakorlatilag a templom számára készít, a közösség számára, és ez is egy olyan üzenettel bír, ami azt gondolom, hogy a zsidóság számára is fontos gondolat. Úgyhogy számomra ezért fontos Bach, meg azt is mondhatnánk, hogy Máté passió. Köszönöm. Fontos, hogy megemlítettük azokat az atrocitásokat, amik akár a kompasszió részét is képezhetik, hiszen valóban keresztény őseink számos olyan incidens elkövetői voltak a bőti időszakban zsidó testvéreink felé, amelyen magunknak is dolgunk van, hogy szembenézzünk, pont a passió vonatkozásában is. Illerien Elfejev metropolitához fordulnék, de nem kimondottan, mint egyházi tisztséget betöltő személyhez úgy is, sokkal inkább úgy, mint zeneszerzőhöz, aki több műnek is az alkotója. A többek között az orosz ortodox kórusművek és a nyugati komoly zene ötvözésével megalkotta a Máté passiót, tehát közös úgymond a kiindulási pont. Erre szeretnék rákérdezni, hogy hogyan viszonyult ebben a munkájában, a alkotói folyamatában Bach Máté passiójához? Mit jelent az ön számára Bach Máté passiója? Jó estét kívánok! Szeretnék magyarul szólni néhány szót. Bach egész élete során hűs egész fia maradt lutheránus egyháznak. Több mint 40 szabadon át a lipcsei Szent Tamás templomban dolgozott, ahol kantor volt, azaz organista és egy zenei együttes vezetője, amely megabon foglalt egy kis zenekart és egy korust. Lipcsehez kötődnek Bach legjelentősebb nagy szabású egyház zenei művei, köztük a Máté passió is. Bach egy egyházi naptár szerint élt. Az egyházi ünnepek és a szent emléknapok ritmusa határozta meg életének menetét. A nagy héten adtak elő
az a grandiózus pássióját a karácsonyi időszakban a karácsonyi oratóriuma hangzott el. Minden vasárnapra, minden nagyobb ünnepre meg kellett írnia, és be kellett gyorokolni a zeneszével egy-egy új kantátát. Ezek a kantátok ma nem csak az luteránus templomokban hallhattak. Tegnap előtt látogattam a Ferenciek téri katolikus templomba, és örömmel hallgattam meg egy Bach kantátát kórus és zenekar előadásában. Bach minden művében megtestetül az ő személyes vallásos élménye. Az ikonokhoz hasonlóan művé tükrözik az emberi élet vallásogat, de azt megvillásogatott és átváltozott formában jelentik meg. Zenéje mélyen emberi, de ugyanakkor adhatja Isten jelenléte. Boh nem ábrazol lelki küzdelmeket, vagy emberi szen vedélyeket. Hőse az Isten előtt álló, és Istenhez imádkozó ember. Ezt halljuk a Máté pássióban is. Itt egy mártír története tarul elénk, akit ártatlanul ítélnek el, és aki kegyetlen halált halt. De Bach zenéje minden taktusával érzékelteti, hogy aki meghalt a kereszten, nem csak ember volt, hanem megtestesült Isten. Köszönöm a figyelmet. Fabinyi Tamás evangélikus püspök úrnak tavaly jelent meg Júdás című kötete, és mondhatnánk, hogy mit keres Júdás a passióban, nagyon is tudjuk az ő helyét, ugyanakkor teológiailag egy nagyon izgalmas megközelítéssel találkozhatunk Fabinyi Tamásnál, aki arról értekezik, hogy Júdás és a tékozló fiú gondolata bizonyos szinten összekapcsolható. Adjátok vissza Jézusomat, lássátok a pénzt, a vérdíjat, a tékozló fiú a lábatok elé szórja, ugye hangzik fel a passióban. Erről kérdezném Tamást, Fabinyi Tamást, hogy hogy kapcsolódik össze a látszólag nagyon távoli két történet? Igen, mind a két történet a Bibliában van, és Máté evangéliumában szerepel, és a passióban is Júdás nagyon markánsan. Látszólag ettől távol van a tékozló fiú, hiszen Máténál nem csak a harmadik evangéliumban, Lukács evangéliumában szerepel Jézus egy példázatában, és érdekes, hogy maga Bach kapcsolja össze ezt a kettőt. Tehát ebben a basszus áriában Júdás kétségbe esetten fohászkodik azért, hogy Jézust visszakapja. Tehát a tékozló fiúnak nevezi önmagát, aki megbánja ezt a bűnét, és Máté evangéliumában nem kevesebbet mond Júdás, mint Jézus perében az utolsó pillanatban szinte föllépve, és azt mondja a főpapoknak, amikor vissza akarja adni a 30 ezüst pénzt, de azt nem fogadják el, megalázó módon, hiába szeretné ő visszacsinálni az üzletet, mert megbánta a tettét Júdás, és ezt mondja, vétkeztem, ártatlan vért árultam el. Tulajdonképpen Júdás mentő tanú lehetne Jézus mellett, és hogyha a főpapokban lett volna egy kis tisztesség, akkor azt mondták volna, hogy állítsuk le az egész peres eljárást, hiszen itt van a mentő tanú, aki azt mondja a már elítélt Jézusra, hogy ő ártatlan, folytassuk le újra ezt a peres eljárást, és adott esetben mentsük föl. És ezt a főpapok nem teszik meg, gúnyosan azt mondják, hogy nem kérjük a pénzt vissza, nem csináljuk vissza ezt az üzletet, ez a te dolgod, és Júdás kétségbe esetten elmegy, és felakasztja magát. És Bach nagyon jó ráérez Júdásnak a fájdalmára, a keserűségére, aki tékozló fiúnak nevezi magát, és szeretne visszatalálni Jézusához, ahogyan a tékozló fiú is visszatalálni
át az atyai házhoz. Nem mondom el a könyv egész tartalmát, ha nálam lenne, akkor fölmutatnám, de hát itt nem illik egy termékbemutatót tartani, de azért egész véletlenül van nálam valami, úgyhogy nem élek vissza ezzel a vendégjoggal. Viszont két dologra reflektálnék. Egyrészt nagyon jól esett, hogy Hilárion metropolita idézte föl Bach evangélikusságát és istentiszteleti beágyazódottságát. Ez nagyon fontos. Mi úgy is nevezzük őt egyébként, Bachot, hogy az ötödik evangélista, és Bach számára egyrészt Luther, a Luther Biblia fordítás nagyon jelentős volt, illetve az evangélikus istentiszteleti liturgia, amelynek kereté ő a műveit egyebek mellett, ahogyan hallottuk, a karácsonyi oratóriumot, hámolmisét és egyebeket komponálta, de ide tartozik természetesen a Máté Passió is. És még hadd reflektáljak arra, amit Péter rabbiként mondott, és itt azért bizony fejünket meghajtva és bűnbánattal kell valóban megállapítani, hogy a Passió játékok nagyon sokszor antijudaista, antiszemita felhanggal kerültek előadásra a középkorban, és Júdás azért tartozik ide, mert sokszor a fölhevült, fölhetszelt tömeg az előadás végén fölszaladt a színpadra, és elagyabugyálta, megverte a Júdást játszó színészt. De ha még nagyon tovább akartak menni, akkor azt mondták, amit említettél is, Péter, hogy ő a zsidósággal azonosítható, hogy a Júdás Júde, mint hogyha ő kellene, hogy csúnya szóval elvinni a balhét Jézus haláláért, és annyira fölhevült ez a tömeg, hogy tovább ment a zsidó negyedbe, és beverték a zsidók ablakait, megverték az embereket, és tudjuk annak a keserű mondatnak az igazságát, hogy először elégetik a Tórát, utána elégetik a zsidót is, aki a Tórát olvassa, tehát sajnos voltak ilyen antiszemita, antijudaista kilengések a passióra hivatkozva. Németországban az Oberammergai passiójátékoknál például nagyon vigyáznak már arra, hogy ez az antijudaista felhang ne legyen benne. Persze nem lehet híradírozni az evangéliumokban, de éppen Máté mentségére, egy utolsó mondatom, mondom, hogy talán János evangéliumában van erőteljesebben, pausál módon a zsidóság elítélve. Máté kevésbé azonosítja a zsidóságot Jézus kivégzőivel, vagy Jézus elárulóival. De izgalmas kérdés ez, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ma ezzel a kompasszióval, ami az előadás címe, is hallgassuk a Máté Passiót, és az evangélikus egyházban valóban nagy-nagy hagyománya van, akár a Deák téri templomban, még a legnehezebb 50-es években is előadták a Máté Passiót, a János Passiót és Bach műveit, mert hozzátartozik az evangélikus istentiszteleti élethez és kegyességhez. Nuncius úrhoz fordulnék, a Máté Passió mit jelent az ön számára a személy és életében, illetve arra kérdeznék még rá, hogy látja, ma mit jelent a Máté Passió hagyomány, amit időről időre egy-egy kiváló zenekar előad, vagy egyház zenei történeti mű, vagy sokkal mélyebb tartalma van, esetleg prédikáció. Hogy közelít, hogy látja, mi a 21. századi üzenete a Máté Passiónak? Those who know me know that I'm a great lover of classical music. And I have to say that I came to Bach's St. Matthew Passion, and perhaps even Bach in general, later. I am a great lover of the late romantic epic eras of Bruckner and Mahler, composers like that. But I came to Bach through my interest in his cantatas, and it was through listening to the és ahogyan hallgattam a liturgiához kapcsolódó szent kantátáit, felkeltette az érdeklődésemet a Máté Passió is. És az első, amit meghallgattam, az első felvétel, ez egy Carl Richter felvétel volt, és egy müncheni zenekar játszotta, még az 50-es évek végén vették ezt fel. És nem csak a fülemet mozgatta meg, hanem a szívemet is ez a felvétel.
ugyanis nagyon jó volt látni, ahogy németül éneklik a végén, és azt mondják, hogy vigyék el a szívemet. Az, ahogyan ezt éneklik a szólisták, az nagyon megérintette. Nem csak a fülemet, hanem az egész szívemet is. Nagyon tetszik az is, hogy népzenét is használt Bach. Szerintem ez egészen brilliáns lépés az ő részéről, ugyanis így magának a passiónak a tartalma élővé válik. Ha megnézzük a mai népszerű szerelmes dalokat, mondjuk egy nő és egy férfi szerelméről szóló dalt, nyugodtan be lehet helyettesíteni azt, hogy Isten hogyan szeret minket, vagy hogy mi hogyan szeretjük Istent. Szerintem Bach nagyon brillíroz azzal, hogy populáris dalokat bevet a passióba. És azt gondolom, hogy nem kell ahhoz hívőnek lenni, hogy ez a zene, ez a passió, a Máté passió, az belénk hatoljon. Hogyha egy dolgot kellene kiemelnem, az a második résznek az eleje lenne, Péter megtagadása. Ugye Péter megtagadja Jézust, Jézust perre viszik, és az egyik hű társa megjelenik a tárgyaláson. Na de hát az emberek elkezdenek mozgolódni, és azt kérdezik, hogy hát ön maga nem az egyik tanítványa volt Jézusnak, és ezt háromszor megtagadja, és emlékszik Jézus proféciáira, és arra, hogy azt mondja neki Jézus, hogy még a mai napon háromszor meg fogsz tagadni. Mit lehet erre mondani? Ugye mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Mindannyian volt már, hogy megtagadtuk vagy Istent, vagy olyan dolgot, vagy valami olyan dolgot, kapcsolatot, amelyek a legfontosabbak a számunkra. Tehát hogyan lehet erre válaszolni? Mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. És ez az az üzenet, amely a mai napon szerintem mindannyiunkhoz szól. Igen, van ennek egy vallási dimenziója, tehát Bach, mint hívő, van ennek egy felekezeti vonatkozása, luteránus egyházban így van, de mindezek mellett van egy olyan vonatkozása is, hogy mi, amit majd itt hallani fogunk, az kapcsolódik olyan tapasztalásokhoz, olyan élményekhez, amelyeket mi éltünk meg, akár türelem, akár megtagadás, akár szerelem, akár megbocsátás, akár olyan embereknek a szeretete, akik már nincsenek velünk, de akiket szerettünk, és akik szerettek bennünket, és itt megint csak visszacsatolok a német nyelvű részhez a teljesen a végén a passiónak. Tehát olyan, mintha Bach is végig jelen lenne, és mi is jelen vagyunk ebben a szenvedésben. Mi is jelen vagyunk ebben a szenvedésben olyan élményeken keresztül, mint hogy elveszítettünk embereket, és ők hiányoznak nekünk. Ezt mondja nekünk a 21. században a Máté passió. Ivánhoz fordulnék, akinek köszönhetjük a ma estét, és nagy szeretettel várjuk. Én meghallgatva az előadás felvételét úgy éreztem, hogy ez az összeállítás, ez egy nagyon sarkos üzenet. Én úgy fordítottam le magam számára, hogy a művészet nyelvén megfogalmazott kiáltvány a másik ember észrevételére, arra, hogy a szenvedő mellett ne menjünk el, hanem komolyan vegyük emberi mi voltunkat, és úgy közelítsünk a holnaphoz, és úgy tekintsünk önmagunk tükrébe. Nem tudom, hogy amikor összeállította ezt a művet, ezt a kompozíciót, akkor hogyan viszonyult Bach Máté passiójához, illetve ez a fajta megközelítés, amit én most egyelőre csak hangszórón, de hamarosan élőben is átélhetek, ez egy valós megközelítési lehetőség. Hát, nagyon köszönöm, és megtisztelő, hogy hozzászólhatok. Először, mielőtt a saját koncepciómat mondanám, hagyj reagáljak a Máté passióval kapcsolatos gondolatokra, például Júdással kapcsolatban, mert ez nagyon érdekes.
Itt van egy olyan pontja, ahonnan, ami jól reprezentálja azt, hogy Bach hogy interpretálja az evangéliumot. Az a pillanat, amikor azt mondja Jézus, hogy közület, ott van ugye 12 szólamba felelnek a kóristák, nyilvánvaló, hogy az mit jelképez, valaki elárult engem. Azt kérdezik, hogy én voltam az? És csak felteszik a kérdést, hogy én árultalak el? És erre jön egy korál. A korál ugye mindig a közösség kommentárja az evangélium szövegéhez. És amikor megkérdezik, hogy én árultalak el, én voltam azt, erre a korál úgy felel, hogy én árultalak el. Na most ez nagyon fontos, mert egyáltalán nem a Júdást nem valami ellenség képként mutatja be a Bachi, a Máté Passió, hanem magára veszi az árulást a hallgató. Azt gondolja, hogy én voltam az, persze tudva azt, hogy Júdás később ugye megtér, erről is volt szó, de először az első reakció az, hogy én árultalak el. Most ez nagyon fontos, hogy Bach milyen kommentárokat fűz az evangélium szövegéhez. És ebből rengeteget meg lehet tudni. Ugye úgy van a struktúra, hogy felolvassák az eredeti Máté evangélium szövegét, ez az evangélista és egyes szereplők ebbe a passió játékban. Ezt előadják, megszakítjuk a felolvasást, és vagy egy ária, vagy a korálok kommentálják ezt, amíg Bach korabeli kommentárok, volt a Picander, ez a szövegíró, a Bach barátja, szerzőtársa, aki a szövegeket írta. Ezek gyönyörű szövegek, gyönyörű. Például, hagyj említsem ezt az áriát, amit most hallottunk, ez a Mach dich mein Herze rein, gyönyörű allegória. Azt mondja a basszus énekes az áriába, hogy amikor Jézus eltemetéséről lesz szó, hogy legyen, kitisztítom a szívemet, mert el akarom Jézust temetni, a szívembe akarom eltemetni, és azt szeretném, hogy a világ távozzon innen, Jézus viszont jöjjön be, az én szívem lesz a temető, ahova Jézust eltemetem. Ez egy gyönyörű kép, egy nagyon szép allegória, de ez már Bach interpretációja, ez csak azért említettem, mert pont ez az ária került szóba. Nagyon szépek ezek az interpretációk, ahogy Bach fogalmaz, és az, hogy hogyan, erről is volt szó az előbb, nagyon érdekes, hogy néha részt veszünk a történetben, mintha ott lennénk, amikor elfogják Jézust, akkor azt mondja a kórus, hogy nem, ne, ne, ne láncold meg, mintha ott lennénk. A következő pillanatban, mintha egy későbbi kor reflektálna, például az van, hogy a büntetésről van szó, és akkor azt mondja egyszer egy korál szöveg, hogy milyen csodálatos ez a büntetés, hiszen magára veszi a bűnöket az, akit vádolnak, az egész emberiség bűneit. Tehát nem azt mondja, hogy szörnyű a büntetés, hanem hogy csodálatos. Egy másik alkalommal meg ostorozzák Jézust, azt mondják, hogy szörnyű, szörnyű, hagyd abba. Tehát itt sokféle a kommentár. De az egész passió struktúrája az, hogy a Máté evangélium szövegét halljuk, és erre Bach hozzáír különböző, a kor különböző reflekcióit. És ez vezet el ahhoz, amit most én ehhez nagyon önkényesen beismerem a bűnömet, hogy nagyon önkényesen hozzátettem egy új dimenziót, a mai kor kommentárját az egész Máté Passióhoz. És ez a részvéttel kapcsolatos kérdés. Most erről lehet, hogy talán még tudunk beszélgetni, mert nekem őszintén szóval ez a legfontosabb, hogy
Én úgy érzem, hogy ha végig hallgatjuk a passiót, Jézus szenvedés történetét, az bennünk, a hallgatókban részvétet kelt. Részvétet érzünk, így fejeződik be a szöveg, hogy könnyekkel ülünk le a végén, siratjuk, részvétet érzünk a szenvedéssel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy az a reflekció az nagyon szükséges ma, hogy egyáltalán érezzünk részvétet. Az a cél, hogy tudjunk részvétet érezni. Nézzünk körül a világba, és nézzük meg azt a rengeteg szenvedés történetet, ami körülvesz minket, és hogy ne menjünk el mellette valamiféle ilyen teljes apátiával, hanem együttérzésre képesek legyünk, és ezért sorra fog kerülni sok-sok szenvedés történet a világba, és én azt kérem tulajdonképpen a közönségtől, hogy érezzen együttérzést a szenvedőkkel, és ebben nekem segít Bach zenéje, segít a Máté evangélium, hogy az együttérzés, a részvét megszületik a nézőbe, csak ezt vetítse ki a szenvedő kortársainkra is. Ez tulajdonképpen a cél, és ez volt a gondolat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen. A Máté Passió ősbemutatójára 1727. április 11-én a nagypénteki istentisztelet keretében került sor. Ezt követően Bach életében többször is megszólalt a Máté Passió, viszont aztán később, mint hogyha úgy, ahogy akkor sem kapott nagyobb visszhangot, később hosszabb ideig nem volt hallható, míg 1829-ben a darab Felix Mendelssohn Bartholdy vezényletével újra megszólalt, és onnantól indul el a Bach reneszánsz. Erről a műről gyakran mondják, hogy úgy tekintenek rá, mint egy pusztán zenemű, ugyanakkor alkalmazott zene a javából, vagy ahogy Fischer Iván fogalmaz, szellemi tartalmú rituálé. Egy idézetet említenék, tegnap egy kiváló zenész, Ötvös Péter elhunyt, és rá is szeretnénk emlékezni tisztelettel. Ő írta a Bach 330. születésnapja alkalmából egy rövid írást, és ebben úgy fogalmaz, Bach zenéje számomra olyan, mint egy önmagában álló, nagyon széles lépcső, amely végtelenül halad felfelé. Bach megközelítéséhez Kurták Györgyöt is idézném, akit egy interjúban megkérdeztek a hitével kapcsolatban, és az első mondata az volt, hogy nem tudom, majd hozzátette, játszom a gondolattal. Tudatosan abszolút ateista vagyok, de nem mondom ki, mert ha Bachot nézem, nem lehetek ateista. Akkor el kell fogadjam azt, ahogy ő hitt. Ott minden pillanatban imádkozás van. És hogyan közeledhetek hozzá, ha kívülről nézem? Az evangéliumban nem hiszek szó szerint, de egy Bach fúgában ott van a keresztre feszítés, ahogy beverik a szögeket. A zenében folyamatosan keresem a szögbeveréseket. Ez egy kettős látás. És még egy idézetet hoznék Theodor Adornótól, aki Bach megvédve híveitől című esszéjében arról értekezik, hogy bár Bach művészete az ő meglátása szerint sokkal inkább egyetemes, mint egyházművészet, ehhez képest a reneszánszát élő zenében nagyon sokszor próbálják visszaszorítani, és csupán ott kezelni, miközben ahogy Radvánszky Péter is fogalmazott, a zene egyetemességében is értelmezhető az ő zenéje. Képes-e Bach, és akár azon belül a Máté Passió valóban ilyen híddá válni a kereszténység és a kultúra, a vallásközi dialógus és hit és hitetlenség között, hogy párbeszédet teremtsen? Hogy látják?
azt gondolom, nem könnyű, Bachra rá kell hangolódni. És ahogy a különböző zenék, különböző korosztályokat, kultúrákat szólítanak meg, ide be kell fektetni. Tehát valaki Bachot szeretne hallgatni, akkor nem a rádiót kapcsolja be, hogy egy könnyed zenét hallgasson, hanem ahhoz le kell ülni, meghallgatni kell, nem egy ilyen autóvezetés közbeni zene. Ugyanakkor én hiszem, hogy ha egyszer valaki ezeket a kérdéseket felteszi, akkor Bach jó feleletet tud neki adni, hogy igen, az egyetemesség onnan indul ki, hogy Isten mindenkiért emberré lett, és mindenkiért az életét adta, és az a Bach Máté Passión keresztül is, vagy más művein, akár a misein keresztül is átjön, hogy nem közömbös Isten irántunk, és azt akarja, hogy mi is ezzel a szeretet válasszal legyünk feléje. Tehát nem egy könnyed műfaj, de azt gondolom, aki megteszi a megfelelő befektetést, az megérti ezt az üzenetet, és ezáltal lehet egyetemes az üzenete Bachnak is, és a messiási üzenetnek. Köszönjük szépen, és nuncius urat kérném még. So certainly great works of art are universal, and olyan fotókat, amelyek afgánokat ábrázoltak, pont azt akarták megmutatni, hogy ez egy olyan zene, amely minden kultúrának és minden pillanatnak a sajátja lehet. És Bach kantátái és zenéje is egyetemesek. Ezek mind egyetemesek. Máté Passió is egyetemes, egy olyan mű, amely mindannyiunk számára mindig szól. Kompasszió, vagyis együttérzés, együtt szenvedés egy igenis aktuális kérdés, ahol érdemes egy kicsit megnézni ennek a hátterét olyan értelemben, hogy a Máté Passióban Jézus szenvedés története kerül a középpontba, míg a most hallható Passióban ennek a szenvedésnek egy szélesebb köre fogalmazódik meg. Mind az Új és mind az Új Szövetségben megfogalmazódik bizonyos értelemben a szenvedő Isten képe is. Erről szeretném, hogyha egy kicsit röviden értekeznénk, illetve hallhatnánk megközelítést, hogy a szenvedő Isten és a szenvedő ember között mi a különbség, van-e különbség, hogyan viszonyuljunk ehhez. Radvánszky Pétert és Fabinyi Tamást kérném, hogy szóljanak erről. Köszönöm. Elie Wieselnek az Éjszaka című könyvében, ha jól emlékszem, van egy jelenet, hogy néznek egy akasztott embert, és akkor megkérdezi az őt néző főszereplők, hogy hol van most Isten, és a válasz az volt, hogy ott van felakasztva arra a fára. Tehát, hogy ez akár Elie Wieselnél lehet egy krisztológiai utalás, mint így sokan gondolják, de lehet, ahogy hallottuk, lehet ez jószövetségi gondolatnak a folytatása is, ami Ézsaiás profétánál szerepel. Héberül körülbelül úgy hangzik, hogy cárló böceretám, hogy ő együtt szenvedett az ő szenvedésükben. És ez tehát végig folytatódik a zsidó hagyományban, a Talmudban, ahol megjelenik Isten, aki gyakorlatilag, akinek a hangja hallatszik éjszaka,
hogy sír. Sír amiatt, mert, és akkor hallatszik a hangja, hogy leromboltam a saját házamat, megbüntettem gyermekeimet a bűneik miatt. És itt már egyből ez a kompasszió kérdés egészen olyan komplexitást kap az a kérdéssel gazdagul, hogy mi van akkor, hogyha Isten egyszerre szenvedés büntet, tehát hogy mi van akkor, ha, de ezt mondjuk szülőként is, hogyha nem, akár nem vagyunk vallásosak, ott is ott van ez a kérdéskör, hogy mi van, hogyha valamilyen szinten azért, mert ugye egyre ritkább, hogy ember bünteti a saját gyerekét, próbálja mindig inkább irányokat adni, de azért akkor is kérdés, hogy mi van, ha esetleg egy enyhe büntetés kell kapni a gyerkőcöknek, és mi van akkor, hogyha az a fájdalom, az ember a szülő számára is fájdalmat jelent. Tehát, hogy maga nyilván itt az isteni autoritás is kérdés, hogyha együtt szenved, akkor ő hol van az ő felelőssége. De így azt gondolom, hogy szülőként ezt így át lehet élni, ezt a kérdéskört. Köszönöm. Igen, Elie Wieselnek ez az Éjszaka című novellája valóban megrendítő, mert a koncentrációs táborban szenvedőben a szenvedő Istent látja, és ez átvezet a szenvedő néphez is, hiszen lehet mondani, hogy üldöztetést elszenvedő népeknek a haláltusája ez. És ha Jézusra gondolunk, akkor én mindig a szenvedésében is a másik iránt együttérzést mutató embert, vagy ha úgy tetszik, Istent látom. Tehát aki szenved a kereszten, de lenéz a keresztről, és rátekint Máriára, édesanyjára, rátekint a szeretett tanítványra, és egymásra bízza őket, és ez az együttérzés van benne. Tehát maga a szenvedő Jézus mutat példát arra, hogy hogyan kell a gyászolóval, a szenvedővel együtt érezni, és ez szerintem egy példaszerű magatartása részvétel kapcsolatban. A mai estére való meghívásban Fischer Ivánnak egy pár perces, vagy talán egy másfél perces kis hívogatója volt, ez azzal a mondattal zárult, hogy egy kicsi részvétet kérek kicsit. És ez a részvét, ez azt hiszem az üldözött népekkel, szenvedő népekkel, szenvedő keresztényekkel, szenvedő vallásokkal kapcsolatban bennünk kell, hogy legyen, és Jézus példát mutat erre a részvétre. Pilinszky János, aki egyébként még az előző kérdésre válaszolva mondhatom a vallási kérdésre, hogy azt mondja, hogy számára Bach Isten bizonyíték. Pilinszky János beszél arról, hogy mit jelent a részvét, hogy a népet, a nemzetet úgy lehet szeretni, írja a lirikus naplójában Simon Weilhez kapcsolódóan, ahogyan a népdalokban szeretnek, ahogyan az evangéliumban szeretnek, jelesül részvéttel. Tehát a részvéttel való szeretet az, ami példa, és erre Jézus szenvedése is példát mutat, és ha mi ott állunk a keresztövében és a passióban, eljutunk erre a katarzisra, akkor megvan bennünk a részvét, nem csak a szenvedő Jézus, hanem a szenvedő emberek iránt is. Elnézést, hogy egy kicsit provokatív leszek, ugyanakkor a részvétről eszünkbe juthatnak azok az elmúlt évszázadban történt atrocitások, és akár az egyház részéről is az elfordulás a jézusi tanítástól, amelyek kérdőjeleket tehetnek bennünk, és sokkal inkább érezhetjük úgy, ahogy mint hogyha az egyház is néha-néha hozzájárulna ahhoz, amiről Ferenc pápa beszél, hogy a közöny kultúrájába kezdünk egyre inkább élni. Nagyon sokszor a részvétet megfogalmazzuk, de minthogyha kevésbé élnénk meg. És ebből a megközelítésből minden teljes tisztelettel, és magam is, mint az egyház része kérdezem, hogy hol van ebben az egyház, mennyire képes arra, hogy a részvétet ne csak mondatokban, hanem akár a mai koncertes hasonló kiáltványban fogalmazza meg, és váljon példájává annak, hogy miként lehet a testvér szeretetet, a másik tiszteletét,
a népek iránti párbeszéd előmozdítását, a népirtás áldozatai melletti sírást gyakorolni, a békeszerető ártatlan áldozatok neveit kimondani, vagy éppen, hogy közelebb kerüljünk, miként lehet a szegények, a kitaszítottak, a mellettünk élők, de közönösen ott hagyottak mellé állni, és ebben mások számára is, de elsősorban, vagy első körben önmagunk számára példát mutatni. Perhaps the example. Talán. Perhaps the example comes from the Passion of Saint Matthew itself. Is megtalálható. Again, that aria at the beginning of the second part. A második részes ária. Have mercy on me. It seems to me that that's the attitude that that Christians need to assume or need to incarnate. Have mercy on me, God. We've all been there. Légy kegyelmes hozzám. We've all been there. We're all guilty of denying bűnösök vagyunk, hiszen megtagadjuk Jézust vallási értelemben, de társadalmi értelemben is. Folytonosan fel kell tennünk maguknak ezt a kérdést, és folytonosan kegyelmet kell kérnünk. Mint koldusok vagyunk a kegyelem koldusai. By asking for this mercy, és hogy ezt a kegyelmet kérjük, life, hogy egy kegyelemmel teli életet éljünk, ez esetleg az együttérzést, a kompassziót létrehozhatja. Edith Stein, aki a katolikus Saint Teresa Benedict of the Cross, her doctoral dissertation under Edmund Husserl ismert, és Edmund Husserl is írt az empátia problémáról. És igazából az együttérzés az empátia. Az empátia igazából az emberek szöveteiben is ott van mélyen. Az egyéni emberekben, zsigereiben is megtalálható. És hogyha együtt vagyunk empatikusok, közösségként, and that brings us together. And maybe that's why at the end of the Bach Passion, we are there with the tears in our eyes singing Viletzensi, that we are going to stay here and keep watch with Jesus because we want to be compassionate together. Legyünk együtt, és hogy érezzünk együtt. Ez az üzenete. Én nagyon szívesen felelek arra a kérdésre, hogy az egyház mit tehet. Bár nem vagyok illetékes személy szerint a kérdésben, de ugye a Máté Passióban sok helyen kiderül, hogy Jézus nagyon jó ember volt. Hát amikor elítélik, és felmerül a kérdés, hogy de hát mit tett ő, azt hiszem, Pilátus kérdezi, hogy de hát mi a bűne? És akkor jön a kommentár, és az a kommentár, hogy semmit, csak jót cselekedett. Ment városról városra, itt is jót cselekedett, ott is, mindenki segített az elesetteknek, részvétet érzett az emberek iránt. Tehát ilyen szempontból Jézus csodálatos példaképe a humanista jó embernek. És ez, hogyha már az egyház ezt hirdeti, az már nagyon segít. Itt nagyon fontos az, hogy mindenkivel jót cselekedett. Mert ugye hajlamosak vagyunk az önzésre, és hajlamosak vagyunk a kollektív önzésre, hogy csak például egy nemzet, csak a saját nemzet gyermekeivel érez esetleg részvétet, és nem érez részvétet a másik oldallal. Aki konfliktusban van, még nehezebb, hiszen látjuk például a háborús helyzetekben siratják a saját áldozatokat, és szinte vakok a másik oldal áldozataival kapcsolatban. Tehát hogy lehet úgy részvétet érezni, hogy ne essünk a kollektív önzés hibájába. Tehát igazán akkor szép az üzenet, hogyha például minden egyház
tud részvétet érezni a másik vallás áldozataival is, nem csak a sajáttal. Nem a saját nyáj, hanem a másik nyáj is ugyanolyan fontos emberekből áll, akiket sajnálni lehet, együtt érezni velük, embernek tekinteni, ugyanolyan értékes embernek, és ezt ajánlom a politikának is, hogy ne csak a saját nemzet fiai iránt érezzen részvétet, hanem a részvét legyen egy univerzális, mindenkire kiterjedő érzés, és hogyha az egyház ezt üzeni, akkor nagyon-nagyon hálás vagyok minden egyháznak. Az első világháborúban láthattuk, illetve megtapasztalhattuk, hogy mit jelent az, hogy ha a nemzetek próbálják kisajátítani Istent, és a hadba küldésnél, vagy fegyverek megáldásánál Isten nevét veszik alapul, és onnan indulnak ki. Azt is látjuk, hogy nagyon sok esetben önvédelemre hivatkozva történik mészárlás és mások gyilkolása. Nagyon sokféle példát tudnánk felhozni. Én most időnk előre haladtával már csak egy gondolatot emelnék be. Ferenc pápa Fratelli Tutti című kezdetű enciklikájából egy gondolatot. Minden háború rosszabbá teszi a világot, mint amilyen korábban volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes kapituláció, vereség a gonosz erőivel szembe. Ne álljunk meg az elméleti fejtegetéseknél, hanem vegyük észre a sebeket, érintsük meg az áldozatok testét. Fordítsuk tekintetünket a megannyi járulékos veszteségként lemészárolt civilre. Kérdezzük magukat az áldozatokat. Tartsuk tiszteletben az erőszak áldozatainak igazságát, próbáljuk meg az ő szemükkel látni a valóságot, és hallgassuk nyitott szívvel a beszámolóikat. Így képesek leszünk meglátni a háborúban a gonosz feneketlen örvényét, és akkor nem zavar majd bennünket, hogy naívnak tartanak, mert a béke mellett döntöttünk. Egy filozófus költő jut az eszembe, aki azt mondta, hogy az ember lehet szabadabb, s legszabadabb is, csak az az alapfok, az miért elérhetetlen. Az az érzésem, hogy jelenleg a háborúval kapcsolatban is hasonlóan vagyunk, hogy ahhoz, hogy a háború lezárásához a békét említsük, hozzá kell tennünk kiegészítő szót, igazságos béke. Egészen más jelentéssel bír, miközben le is leplezi önmagunkat, hiszen a béke az önmagában kéne, hogy jelentéssel bírjon. Ezért záró kérdésem ez lenne mindannyiukhoz, megköszönve a beszélgetést, hogy fogalmazzák meg röviden, egy percben, hogy mit jelent az önök számára az igazságos béke. Szerintem igazságos béke nem nagyon volt még, de ezt lehet, hogy az emberek mindig panaszkodnak, miután lezárnak egy háborút, hogy nem volt, tehát hogy a békének ára van, nem? Tehát nem tudom. De én úgy, még a korábbi kérdéshez, hogy tehát valószínűleg az az ára, hogy az ember, és a korábbi kérdéshez, hogy maga az univerzális kompasszió kapcsán, és ez kapcsolódik ugye a békéhez is. A zsinagógával dolgozom most 100 éves, és ez az első magyar felirat raktak bele, amikor megépítették, ez a Vavtál Réhák Móhá, szeress fele barátodat, mint te magadat. Ez az azért érdekes, hogy magyarul szerepel benne, mert az az üzenete, hogy az eredeti, vagy az egyik ilyen mainstream értelmezés szerint, hogy ez csak zsidók számára bír üzenettel az, hogy szeress fele barátodat, de az a neológia a század forduló után afele fordult, hogy ez ennek a versnek, a levitikuszi versnek mindenki számára kell, hogy üzenettel bírjon, mindenki számára kell, hogy a szeretetnek az imperatívusa
ez mindenkire vonatkozik. Az, hogy ez hogy lehetséges, én erre nem tudok válaszolni, de azt látom, hogy nagyon nehéz, és hogy mindenkit szeressünk, és hogy mindenkit önzetlenül, és hogy így igazságos béke jöjjön létre. Azt hiszem, azt is észre kell venni, hogy korlátaink vannak, nem? Tehát, hogy nem tudjuk sokszor a nemzeteinknek a határain túllépni, nem tudunk esetleg a vallási közösségeink határain túllépni, és ez is egyfajta empátia kell, hogy ezt elfogadjuk, hogy vannak határaink és korlátaink. De attól még ott van a felirat, és ott van ez az üzenet és az ideál, aminek én megpróbálok megfelelni, de nem tudom, hogy mennyi sikerrel. Remélem, hogy egyszer majd. Köszönöm szépen. Ha szabad, akkor ott folytatnám, hogy a nemzeti és a vallási korlátokat adott esetben túl tudjuk-e lépni, vagy át tudunk-e azon lépni. És itt nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a nemzetet és a vallást, és ne keverjük össze. Tehát a nemzetnek a szakralizálása egyfelől, vagy a vallásnak a nacionalizálása másfelől, az olyan kísértés, amely összekeverését jelenti a dolgoknak. Ezért fontos, hogy mind a kettőt helyén kezeljük. És én nagyon-nagyon izgalommal várom ezt az előadást, amit olvastam róla, vagy belehallgattam, az valóban ezt a kompasszió gondolatot szívünkre fogja helyezni, azt hiszem. De nagyon óvatosan, ha úgy tetszik, egyfajta teológiai distinkcióként illő tisztelettel hadd mondjam, hogy azért Jézus szenvedése és egy nemzetnek vagy népnek a szenvedése egészen egy szintre a keresztény teológia alapján nem helyezhető. Tehát Jézusnak ugye ártatlanul kellett elszenvednie helyettes szenvedésként másoknak a bűnéért azt, amit elszenvedett. A nemzetek viszont nem bűntelenek. Még a magyar himnuszban is ugye az van, hogy jaj, haj, de bűneink miatt gyúlt har a kebletben, mondja a Kölcsey. Vagy Radnótinál a Nem tudhatomban, hogy bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétettünk, mikor, hol, s miképp. Tehát a nemzetek nem bűntelenek, az emberek nem bűntelenek. Viszont Jézus a keresztény hit szerint bűntelenül szenvedett, de a kompasszió kapcsolópontját megtalálhatjuk ezzel együtt, csak tudjunk különbséget tenni a teológiai és az etnikai értelemben vett szenvedés között, és akkor valóban teljes együttérzéssel tudunk lenni. Amit Fischer Iván mondott, azzal zárnám a magam részéről, nem csak a saját népünk szenvedése, hanem más népek, akár még egy ellenséges nép szenvedése iránt is. És ez az igazi együttérzés, ha nem csak a sajátjaimat síratom, a magam áldozatait, hanem a másik oldal áldozatait is tudom síratni, mert ők is emberek, és hitünk szerint ők is Isten képmásai. És Jézus hitünk szerint őértük is meghalt. We talk a lot about just war, but there's not a lot of literature or philosophical, theological reflection on just peace. From a Christian sense, I think one might quote the scriptures, one might quote St. Paul saying that Jesus is our peace, and that provides a rather heavy weight on the shoulders of Christians if we really accept that and we believe that. But it seems to me that there would be three brief areas where that are needed to construct a just peace. I think one, we need to engage conflict constructively. In engaging conflict constructively means looking at the preconditions for of conflict. So it means engaging prejudices, racial prejudices, religious prejudices, prejudices on the basis of color, language, all of that, to bring down the hostility levels. Secondly, cycles of violence need to be broken. And cycles of violence can best be broken through non-violent resistance. We see many examples of this in history. Jesus in St. Matthew's Passion offers an example of non-violent resistance, Gandhi in India. And thirdly, the need to build a sustainable peace. And a sustainable peace is built by taking into account the well-being of those who are most marginalized, and vulnerable, like the elderly, children,
ecological justice today is part of a just peace, and it also seems that the construction of a robust civil society, just governance, eliminating corruption, and a commitment to reconciliation are also prerequisites for the construction of a just peace. So to me, it seems that these are the three areas that need to be addressed before we can really begin to talk seriously about just peace. This time I will speak English. I believe that we can all turn to the very beginning of the Jesus story. When he was born in Bethlehem, angels were singing, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men." And this was the proclamation which was made by the angelic hosts, but which is first and foremost relevant to humans, because if we glorify God, then there will be peace and goodwill among men. Peace starts not from the peace treaties and not from peace agreements. Peace starts from our heart. If we have peace in our heart, then there will be peace around us. As one Russian saint, Saint Seraphim of Sarov said, acquire peace in your heart and thousands around you will be saved. And this is finally also the message which is brought to us by the Passion story. The Passion story is the story of one man who was condemned to death for no just reason, who died, and there were many such stories in the human history. There were many people who were crucified when the Spartacus revolt was finished. Several thousand people were crucified along the Via Appia in Rome, but not a single cross in this line played any significant role in the human history compared to the cross of Jesus Christ. And why is this? Because the story of Jesus Christ was not the story of a particular human being. It was also the story of God, who came to us, who brought our suffering upon himself, and who died for our sins. And the consequence of this is that salvation is brought to people and that peace is brought to people. But peace not in the form of a peace treaty. Peace as something which comes from above, as a gift from God. Értelemben gondolok erre, hanem a béke, mint létállapot, mint Isten ajándéka. Egyetértek Péterrel azzal, hogy valóban nem vagyunk bűntelenek, mindenki bűnös ebben a szobában is. Nincsen bűntelen nemzet, nincsen bűntelen csoport. Minden családban van bűn, minden személyesen is követünk el bűnöket, és egyedül Isten az, aki képes mindenkit egyforma módon szeretni. Még egy családon belül sem könnyű mindenkit egyformán szeretni. Egy szülő tudja, hogy nem tudja minden gyerekét egyformán szeretni, talán nem is kell, mindenkit másként kell szeretni. De ami Álfejével is teljesen egyetértek abban, hogy valóban, ha a szívünkben béke van, akkor körülöttünk is béke lesz. Azt is látni kell, hogy azért van ennek a világnak egy fejedelme, akit Jézus legyőzött a kereszten. Szellemi harcban vagyunk, és ő az egyetlen, aki vádló, aki a hazugságatja, és látja, hogy most nagyon tombol. És össze akar ugrasztani népeket, nemzeteket, embereket. És én hiszem azt, hogy ebben, azért hogy a Ivánnak is megfelelő, az egyháznak mit kell hirdetni, azért ott van az irgalmasság testi és lelki cselekedetei. Hogyha ezt folyamatosan tesszük, gondolok itt akár a Caritasra, a szeretett szolgálatra, a halottak eltemetésére, az igazságosság melletti kiállásra, sok mindenben, személyesen és közösségileg ezt megtesszük, akkor már előrébb haladt ez a világ. De talán visszatérve, ha már Máté Passiót fogjuk nem sokára hallgatni, Mátéhoz. Az aranyszabály a Máté 7.12-ben ott van, és az mindenkire vonatkozik.
És én hiszem, hogyha csak ezt az egy törvényt mindenki megtartaná, akkor béke lenne ebben a világban, igazságos béke, ez pedig így hangzik. Amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másnak. Köszönöm. Egyetlen mondattal még hadd egészítsem ki, ha már itt vannak Pannonhalmi Bence és testvéreink, két főapát is egyszerre, és ez nagyszerű, hogy és ez evangélikus lelkészként mondom, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek az összegzése után regulájában Szent Benedek azt írja, és Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél. Tehát ez segít abban, hogy a testi és a lelki irgalmas cselekedeteket el tudjam végezni, hogy nem esek kétségbe Isten irgalma felől. Csak nagyon röviden a teológiai kérdéshez valóban egész más, ugye Jézus szenvedése és az emberek szenvedése, ez nem vitás. Még a Máté Passióban is van egy ária, ami úgy fogalmaz, hogy aus Liebe, ez az ária, hogy Jézus szeretetből vállalja magára a halált és a szenvedést, hogy megváltsa az embereket. Tehát ez, ami viszont talán hasonló, és hát erről talán megbeszélhetjük, de remélem, hogy hasonló, az a részvét, amit mi érzünk, mert részvétet is érzünk, ez a rengeteg kommentár a Passióban ott van, részvétet érzünk Jézus szenvedés története iránt, azt is érezzük, látva azt, hogy szeretetből fakad, de mégis részvétet érzünk, és ugyanezt a részvétet érezhetjük az emberek szenvedése iránt is, és akkor már valami pici hasonlóság van, és nem követtem el akkora hibát vagy bűnt ezzel az összekapcsolással, de ez csak ez a teológiai... Ego te absolvo, mondom evangélikusként, ugye? Jó van. Tehát ez még csak annyit szeretnék mondani, hogy a Máté evangéliumot is szeretném megvédeni, mert sokkal toleránsabb. Például nincsenek benne olyan fejezetek, mint a János Passió, ugye egy későbbi passióról van szó, már eleve később keletkezett, tehát egész más. A Jánosban van például a 844-es, ami nincs a Mátéban, de ezeket tudjuk. A Máté Passió rendkívül finom toleranciát érzek az evangélium szövegben, és itt látom a lehetőséget a válaszra, hogy mi az igazságos béke. Az igazságos béke az az empátia, hogy megérezni a másik szempontjait is, a másik gondolatait, érzéseit, és egy olyan békét létrehozni, ami figyelembe veszi mindkét oldal érzéseit, vágyait, problémáit, egyáltalán mindent, ami benne van. Ehhez empátia kell. Az igazságos béke az ott indul el, hogy megérezzük, megértjük a másik felet is, és akkor talán sikerül igazságos békét létrehozni, én hiszek benne, hogy fog sikerülni. Köszönöm. Köszönjük szépen a beszélgetést Fabinyi Tamásnak, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökének, Fábri Kornél címzetes püspöknek, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökének, Excellenciája Hilarion Alfejev metropolitának, a Budapesti Magyarországi Egyházmegye kormányzójának, ő Excellenciája Michael Wellesbenechnek, címzetes érseknek, a Magyarország apostoli nunciusának, Radvánszky Péter rabbinak, a Pávai utcai zsinagóga vallási vezetőjének, és nagyon köszönjük önöknek, hogy együtt gondolkodtak. Kérem, hogy majd a koncert után otthon beszéljék meg, hogy önök hogy fogalmazzák meg az igazságos békét. Köszönjük a figyelmet!